A bátaszéki önkormányzat döntése alapján június 2-ától a dolgozók már a hivatal épületében folytatják a munkát, biztosítva ezzel a személyes ügyfélfogadás lehetőségét. Az ügyfélfogadási napok ugyan nem változnak, de a nyitvatartási idő rövidül. Hétfőn 8-tól 12-ig, szerdán 00:30-tól 17-ig, pénteken 8 órától délután 2-ig intézhetik el hivatalos ügyeiket a lakosok. És megváltozik az ügyfélfogadás helyszíne is. A szociális irodában alakítunk ki egy ügyfélfogadó teret, ahol 3 munkaállomást alakítunk ki. Egy hatósági ügyintéző, egy adóügyi és egy városüzemeltetési ügyintéző várja majd az ügyfeleket. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag az összes létező ügytípusban az ügyfelek itt tudják az ügyeiket a továbbiakban intézni. A dolgozók és az ügyfelek megóvása érdekében Plexi választja majd el az ügyfélteret az ügyintézőtől, de az önkormányzat dolgozói azt kérik a lakosoktól, hogy mindenképpen viseljenek szájmaszkot és kesztyűt, valamint használják majd a kihelyezett kézfertőtlenítőket. Pénztár minden héten szerdai napokon 10-től délig fog működni, úgyhogy ebben is azért változást eszközöltünk is, kicsit rövidebb időtartamba, és így is próbáljuk védeni a dolgozóinkat. Amíg tart az iskola időszak és az online oktatás, addig azoknak a dolgozóknak, akiknek kisgyermekük van, az önkormányzat továbbra is biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ettől függetlenül a hivatal működése biztosított.